Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor! Csatlakozz most! Az is kire van? Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, így szóljuk és elkezdtük egy videó, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint igazából ennek a folynak fogjuk megnézni a titkát, nem tudom milyen kaland lesz, de nagyon-nagyon érdekes lesz. Szóval ja, illetve említik, itt valahol van a közelben egy állatkert, szóval remélem oda is el fogunk menni. És itt tart velem ma igazából egy újabb barátom, szóval ja, ő is itt lesz ma velünk, jókat fogunk játszani. Szóval ja, let's go, vágjunk is bele, viszont mert bekezdünk a videóba, hogyha szeretitek még ilyen videókat, akkor mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt sem felejtsétek el megnyomni, úgyis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni. Ettől ne felejtsétek el, vannak X-mintás termékek, link a leírásba, pulcsi, bögre, táska, különbség, 100 mil brutális jövőségű termék, szóval ha vérbe XP-er vagy, akkor vásárolj és legyél a legmenőbb, illetve, ja, akkor vágjunk is bele, gyere szépen, légy szép, gyere, gyere, jó, oké, oké, és Csavargó is itt van, ugye, bár akit nagyon-nagyon szeretünk, szóval, ja, na, let's go, vágjunk bele, valahol könyvet kéne keresnünk, vagy nem is tudom, hogy most lesz egyáltalán könyv, vagy láda, vagy valamire biztos van szerintem valami, azt fixen meg kell keresnünk, szóval, ja, hát itt nincs semmi, kéne valami érdekes, ha ott az állatkert, látjátok, srácok, illetve nem tudom, hogy, hát akkor nem tudom, menjünk az állatkert felé, hát ott be tudunk oda menni, és akkor nézzük meg, hogy ott igazából milyen állatok vannak, vagy nem tudom. Szóval, ja, azt mindenféleképpen meg kell keresnünk, csak hol lehet a bejárat? Azt mondjuk őszintén nem tudom. Gyere közel, gyere te is szépen, jó, nehogy itt eltévedj, aztán mert nem találok meg, akkor nagyon szomorú leszek. Na, merre van? Oké, oppá, az ott micsoda a távolban? Gyere csak, ott, várjál, tudom, hogy most nagyon szeretném az állatkertbe menni, de itt még van valami. Ott menjünk már, hello. Ez micsoda? Itt van valaki. Hello, szia! Ki vagy te? Itt valaki meghalt. Nagyon szomorúnak tűnik, ki ez? Satix. Hello, figyelj, szia! Ki volt ő? Most látom, nagyon szomorú vagy. Ez ki halt meg itt? Nagyon-nagyon sajnálom. Csavargó, te is ülj lenne, hogy itt rálépjél vagy valami. Ki volt ő? Ez elég szomorú. Itt valaki meghalt, és ő meg itt sír a távolba. Elég szomorú. Na, ő volt a kutyám. Szegény Satix, annyira sajnálom. Te is sajnálod? Gondolom, nagyon-nagyon szomorú. Igen, nagyon sajnálom. Biztos, jaj, jó kutya lehetett. Nagyon-nagyon-nagyon. És hát látom, nagyon-nagyon szomorú vagy. Hát nem is tudom. Figyelj, amúgy... épp állatkertbe akartunk menni a legjobb barátommal, és nem tudom, van-e kedved amúgy neked is jönni amúgy, hogy így legalább felviduljál, vagy valami. Addig nekem is van egy kutyám, majd látod, hogy vele jól el lehetsz. Persze, mi jöhetsz, gyere szépen, menjünk akkor, menjünk hárman, itt nyugodtan lehetünk menni, és hát négyen, mert ugye itt van Csavargó is. Na, keresek meg a bejáratot, és akkor ja, próbáljunk meg valahogy igazából bemenni. Belépőt nem vettünk mondjuk, remélem azért valakinél majd lesz belépőkártya, mert igazából nem tudom, hogy beenged nekem minket. Haó, jó napot! Valakinél van belépőkártya? Nálad gondolom nincs, de na. Hát ha neked van, mert amúgy, ja, gondolom, hogy itt dolgozol, vagy nem tudom, valami biztos ilyen van. Ha van nálad, akkor menjünk szépen. Hello, jó napot! Úristen, nincs túl sok vendég, menjünk erre fel, itt mi van? Itt van veszélyezés, gondolom, hogy ne etessük az állatokat. Oké, kíváncsiak, milyen állatok lesznek, és szóval mindenféleképpen menjünk és nézzük meg. Na, Csavargó, már látom, nagyon-nagyon izgatott vagy, menjünk szépen. Itt vannak, nézitek! Nézzétek, flamingók, de aranyosak. Úristen, milyen szép kis helyük van amúgy. Amúgy tök érdekes, itt még van valami számítógép. Itt van valami érdekes dolog, mert nem nagyon látok. Papír, meg izé, ott egy, mindegy, ez nem fontos. Mi? Kiütöttétek a izéket? Azt szerintem nem lenne túlságosan szabad. Én nem nagyon szeretem a flamingókat. Nem tudom, be akartok menni? Jó, tudjátok mit, menjetek be, simogassatok meg nyugodtan a flamingókat. Én addig nézem, hogy jön-e valaki, jó? Menjetek nyugodtan. Jó, van, oké. Mondjuk ez eléggé nem szabad dolog, de hát hogyha mindegy, hogyha szeretnének. Na menjetek szépen. Jó, nyugodtan menjetek, nem, úgy látom nem jön senki amúgy. Ott simogatják a flamingókat, de aranyosak. Amúgy ott mi van? Oda be tudtok menni? Lehet, hogy még több állat van. Be tudnak oda menni, úgy látom. Ne! Mi történt ott? What? Ne! Mi történt? Istenem, nem szeretem a flamingókat. Mi, hova tűnt az a lány? Mi történt izével? A barátom, ezt nem értem. Jó, váltok, srácok, meg kell néznem, hogy ott mi van, mert amúgy elég érdekes. Istenem, remélem nem bántanak a flamingók. Jó, oké. Oké, gyorsan elrejtjük, hogy észrevegyenek, mert félek, hogy megcsípnek, vagy valami. Itt mi van? Itt mi van? Mostanában nincs kártya, az a baj. Mindegy, lehet, hogy csak nem tudom, mi történik amúgy. Itt mi van? Az ugye nem a barátom feje. Ez nem néz ki túl jól, srácok, őszintén bevallom nektek.
Mindegy, de valahogy be kéne oda jutnunk. Remélem nincs az semmi veszélyes vagy ilyesmi, eléggé félnék tőle. A Isten, nem tudok sehogy sem úgy bejutni, az a baj, mert ez így eléggé megvan izé. Kéne, várjátok, megnézem, hogy hát ha van esetleg ott a számítógépnél kártya, csak szerzek ezért, mert nem tudok bemenni az ajtó, remélem lesz ott. Addig pedig gyorsan, nem tudom, kiszedek pár blokkot, hogy fel tudjak építeni oda. Gyorsan menjünk, remélem tényleg lesz ott kártya, mert ha nem lesz, hát elég szomorú leszek, mert akkor nem tudok bemenni. Na, menjünk vissza, gyerünk, oké, hát ha itt van valahol, esetleg itt. Keresnünk kéne kártyát valamelyre, esetleg itt, nem, itt sincs, ezt nem hiszem el. Ez lehetetlenség amúgy, Istenem, na mindegy. Itt egy kártya, remek, akkor mégiscsak találtam, na akkor menjünk szépen. Haó, mi volt ez a hang? Mindegy, menjünk szépen. Haó, van itt valaki? Hol a... mi a picsa ez? Srácok, ez micsoda? Lehet, hogy ez ölte meg a barátomat, ezt nem hiszem el. És, de akkor említek, az a lány akkor gonosz volt, ezért lökte be, de meg akar minket ölni. Hát ezt nem hiszem el, srácok. De mi ez a szörny? Mi ez a szörny? Hát én nem akarok oda menni még egyszer. Várjál, megnézem még jobban. Vigyázz, flamingók, meg csavargó. Hát ezt nem hiszem el, nézzetek meg. Hova tűnt? Oké. Itt. Itt van! Üldöz engem. Ez nem jó, srácok. Ezt nem hiszem el. Kis srácok. Bújjunk el, jó, ez nem vicces, nagyon-nagyon nem vicces. Tudjátok mit, remélem nem fog minket követni, menjünk innen, és keressük meg azt a lányt, és öljük meg, amiért megölte a legjobb barátomat. És hát ja, készítsük gardot, nem tudom merre mehettek, szóval valahogy meg kell őket keresnünk. Csorgonok, hogy úgyis jó a szimata, szóval meg fogja legalább találni. Visszanézek a faluba, szerzek egy kis kaját gyorsan, aztán pedig ja, mindenféleképpen valahogy meg kell keresnünk, és meg kell bosszulnunk, amiért belökte és megölette úgymond a legjobb barátomat. Átvert minket, lehet, hogy nem is halt meg a kutyája, szóval ez nagyon-nagyon nem vicces, srácok, ez tényleg borzasztó. Na gyorsan craftunk szépen egy szép kis gyönyörű crafting table-t, meg egy kardot. Falusiak, segítsetek, nem lettetek erre egy lányt valamerre? Tényleg meg kéne mentenünk, ő volt a legjobb barátom. És az most megölték szegény, szóval eléggé szomorú. Na mindegy, itt egy fakard, keresd meg! Gyere csavarogó, keresd nyomot! Ó, Zabi, te vagy az? Hát, hogy ő Zabi. Na mindegy, menjünk szépen, let's go, keresünk meg szépen, és akkor hát megtaláljuk. Azt a szörnyek után valahogy el kéne pusztítanunk, mert hát eléggé rémisztésre, mert nem fogja bántani a falusiakat, amíg távol vagyok. Szóval menjünk szépen, let's go. Így, né, szépen menjünk szépen. Merre lehetnek? Csavargó, merre van? Erre? Azt mondod, menjünk szépen akkor erre. Ott egy mocsár. Lehet, hogy arra be kéne néznünk. Ha valakit megölnék, biztos ott akarnám elrejteni, szóval oda biztos benézünk szerintem. Oké, nem kell halk. Ott van. Látjátok, srácok. Oké, menjünk oda szépen. Nézzük, hogy kis hátba tudnánk támadni, ez nagyon-nagyon jó lenne. Gyere csavargó, te is segítsd majd hátba támadni, vagy nem tudom. Valami ötlet ilyen kéne. Ott van. Nézzétek, srácok, most temeti el. Hogy ne vegyük észre, vágytuk, menjünk szépen hátba és megöljük. Gyerünk, menjünk, itt egy csomó vér. Meg vagy! Megint eltűnt. Sem mennyi vér, meg minden itt van. Ne! És ide temettel, ne! Nem fogsz engem megölni! Ne így az, hogy engem is szépen be tudsz lökni, elkapunk, és te idézted meg tudja azt a szörnyet, hogy meg akarsz mindenkit ölni megint. Eltűnt, hol tűnt? Merre van, meg kell keresnünk, meg kell... Hol van? Csargó, látod valamerre? Én nem látom abszolút. Ott van, fönt! El kell kapnunk fixen. Várj, nem tudok oda felmenni. Van nálam pár blokk, gyerünk. Így, oké, ott van, itt van fönt, hol van? Merre ment? El fog menekülni megint, ezt nem hiszem el. Hol van? Nem látom sem erre, ezt nem hiszem el. Hol van? Csavargó, látod valamerre? Én nem látom teljes mértéke. Ha, ne rögjél, úgyis elkapunk. Merre vagy? Itt az erdő az eléggé rémisztő. Ott van! Látom, el fogjuk kapni. Most hát tényleg nem fog elmenekülni. Soha, gyerünk. Oké, most a fixen meg fog halni. Jó, gyerünk. Még egy kevéské, gyerünk csavargó, üssed! Ne csavargót, ne bánts! Fussál csavargó, nehogy meghalljál! Oké, gyerünk, már nem hiszem, hogy sok HP-ja lehet. Gyerünk, ne csavargó, ne hallj meg, csavargó, ne hallj meg! Ne! Oké, megöltük! Hú, srácok, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Oké, teljesen is fáradtam. Na mindegy, srácok, ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett, hogy akkor lássuk csengő. A következő videó találkozunk, illetve írjátok le, hogy mi legyen az a szörnyei, mert hát azért az eléggé veszélyes, és nem maradhatott egyedül. Szóval, ja, srácok, ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett, lássuk csengő, a következő videó találkozunk. Én XP voltam, sziasztok! Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor! Csatlakozz most! Az is kire van?